Orbán azt mondta a választás előtt, hogy csak akkor lesznek megszorítások, ha az ellenzék nyer. Ahhoz értenek, megszorításokhoz, elvételhez, nyugdíjcsökkentéshez értenek. Amikor a megnyert választás után megkérdezték, hogy kizárható-e, hogy megszorítások lesznek, így válaszolt. Kizárható. Mit tett azóta Orbán? Eltörölte a katát? Eltörölte a rezsicsökkentést? Eltörölte a benzinárstoppot? Külön adót szabott ki a repülésre, a biztosításokra és a bankolásra? Megemelte a jövedéki adót? Megemelte a népegészségügyi termékadót? Megemelte a cégautóadót? Megemelte az egyszerűsített foglalkoztatási adót? Megemelte az élelmiszeradót? Felfüggesztette az állami beruházásokat? Megadóztatta a megtakarításokat? Eltörölte az élelmiszer árstoppot? Eltörölte a csokot? Eltörölte a babaváró hitelt? Most pedig arra készül, hogy megvágja a családi adókedvezményt és a családi pótlékot is. Ilyen, ha Orbán szerint nincs megszorítás. Ne hagyd, hogy hülyének nézzen. Ez az áremelések és megszorítások kormánya.